hely városát jól ismerem, az ottaniak törekvéseit, a település fejlesztését illetően személyesen is kifejezetten támogatom, aminek az az oka, hogy az ön által említett hegyen megvalósuló beruházás az ráépülne egy kalandparkra, ami már ott működik, egy sípájára, ami szintén működik, egy boppájára, ami szintén működik, és egy fölvonóra, ami télen-nyáron üzemel. A két fiam ennek a boppájának Lehetőség szerinti rendszeres használója, és magam is több alkalommal kipróbáltam, megjegyzem. Azt tudom mondani, hogy Kelet-Magyarországon az egyik legfontosabb turisztikai elem. 20 ezeren mentek erre a hegyre föl kirándulás céljából ezen beruházások előtt, tavaly pedig 227 ezeren használták ezeket a létesítményeket. Én szerintem azok a sátorai akik ezt ki tudták találni, és mondjuk a leg, egyik legvadabb kalandparkot meg tudták csinálni, azok támogatást érdemelnek. Hagyjuk, hagyjuk őket dolgozni. És hogyha a sátoraljaú helyek úgy gondolják, hogy ezeket az előbb említett beruházásokat ki kell még egészíteni más turisztikai látványosság vagy kalandelemeket jelentő beruházásokkal, akkor hagyjuk őket, mert úgy gondolom, hogy ha valaki ebben az országban turisztikában sikeres volt, az pont azok a sátoraljaú helyek, akik ezt a beruházást megvalósították. Ezt tudom ezzel kapcsolatban elmondani. Kivételesen személyesen is ismerem az ottani, körülményeket, és magam tapasztaltam ennek a kihasználtságát és a látványosságát. Ezt fotókkal tudom dokumentálni, mert amikor a boppájáról, nem tudom, használta már ilyet Tamás, leér az én, ember. Én azt a boppáját Égen, is használtam igen, már. én örülök, hogy használta. Akkor a végén <laughs> lehet a riadt és fáradt arcokról fotókat készíteni, amik rendkívüli mértékben, rendkívüli értékben tanu, tanulságosak. A, fia, a fiaim bátorságáról és az én félelemeimről mindenképpen tanulvizaliságot tesznek. Tehát, ezt tehát ez egy magadni. kihasznált beruházás lesz. Én azt gondolom, hogy meg kell adni az esélyt rá. Én nem tudom megjósolni előre, hogy melyik beruházás hogyan fog majd működni. De ha nekem egy sátorai új helyi ember, aki ott fejlesztett korábban turisztikai területen, azt mondja, hogy erre van szükség, az események függvényében, hogy 20 ezerből lett 227 ezer látogató, én azt gondolom, hogyha ha ugyanerről a helyről beszélünk, és ugyanerről a városról, akkor ezt hagyni kell. Sátoralja új hely az elmúlt esztendőkben jelentős beruházásokat hajtott végre, elsősorban a turizmus területén. Mert hogy ez a város és a régió számára is az egyik kitörési pont, és a lendő fejlesztések irányát is ez szabja meg, Ezekről is beszélt Szamosvegyi Péter polgármester és Lázár János építési és közlekedési miniszter a városban tett látogatásakor. Emellett a térség gazdasági szereplői, nem utolsó sorban pedig a helyi intézmények vezetői előtt is beszámolt a miniszter arról, hogy melyek az elkövetkezendő időszak legfontosabb célkitűzései. Televíziónknak pedig már arról beszélt, hogy Zemplén benne sátoralja új hely, jó irányban halad, hiszen a vidék ereje is meghatározza az egész ország jövőjét. Miniszter úr, köszöntjük itt sátoralja új helyen, nyilván nem először jár a térségünkbe. Emlékszik arra, hogy 2017-ben hogy fogalmazott a sátoralja új helyekről? Egy kormányinfón került szóba szerintem a kérdés egy beruházás kapcsán, és igyekszem mindig támogatni ezt a térséget lehetőségeimhez mérten elég régóta uh, ismerem ezt a vidéket, és uh, polgármester úrnak, illetve a térségnek elkötelezett támogatója vagyok. Nem bánta meg azóta se, hogy kiállt mellettük? Nem, nem, sőt, éppen ellenkezőleg. Alapvetően azt gondolom, hogy Magyarországon a gazdasági növekedéshez, ugye a társadalmi előrehaladáshoz szükséges emberi tartalék, gazdasági tartalék az vidéken van alapvetően, ezért minden vidék számíthat a támogatásomra és az együttműködésünkre. Általában a Fidesznek, mint politikai közösségnek vagy a kormánynak a hozzás, hozzáállása az, hogy mi a vidéket tartjuk a legfontosabbnak, mi a vidékben látjuk a jövőt, és nekünk vagy nekem a vidék az első. Zemplén megye az egy különleges hely ilyen szempontból, hiszen általában az ország határvidékei, Akár keleten, akár észak-keleten, olyan ö, országrészek, ahol van még lakossági tartalék, nagyobb a munkanélküliség, kisebb van a gazdasági növekedés, és van még itt fejleszteni való terület. Azt nagyon nagyra becsülöm, hogyha van egy közösség, ahol például 25 éve ugyanaz az ember a polgármester, és ők pontosan tudják, hogy mit akarnak, és vannak fejlesztési elképzeléseik. Egy olyan polgármester van jó Jóhjelnek, aki tud arra a kérdése válaszolni, hogy milyen település legyen tíz év múlva ez a város, ami egyáltalán nem jellemző és evidens. Mikor a, egy nagyváros polgármesterét, nem mondom meg, hogy melyik az Budapest, megkérdeztem, hogy milyen lesz a város tíz év múlva, vagy, vagy Szeged polgármesterét megkérdeztem, nem tudnak válaszolni erre a kérdésre. Személyesen szeret meggyőződni arról, hogy valóban az állami támogatások, beruházások úgy haladnak, ahogy annak mennie kell? Igen, alapvetően ezt nagyon fontosnak gondolom. Polgármester úr többször hívott több beruházásnak a átadására amivel időhiányában nem mindig tudok élni, de szerettem volna mai napon felajánlani a városnak a kormány együttműködését. Nekem nagyon régi jó barátom Hörcsik Rihárt képviselő úr, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt, ő a legrégebbi egyéni körzetben megválasztott parlamenti képviselő, és nagyon sokra becsüljük a munkáját, vele is nagyon sokat dolgoztunk együtt, de van ö, köt, elkötődésem a hegyalja hegyköz irányába is, úgyhogy ö, rám is lehet számítani nagyon sok mindenki más mellett, csak Ezeket a nagy mondatokat tettekre is kell váltani, és azt szeretném, hogyha lenni konkrét együttműködés az építési közlekedési minisztérium, Magyar közút például, és mondjuk Sátora-Jóhely városa vagy a térség települései között. Itt van bőségesen építeni való. Annak a átbeszélése véget jöttem, hogy hogyan tudjuk ezt a szép szándékot és a nemes szavakat konkrét munkára váltani. A turisztika az jó irány az emplén tekintetében? Ugye van egy nagyon komoly iparfejlesztési stratégiája a kormánynak. Miskolc a Debrecen háromszögben egy nagyon komoly ipari beruházás tömeg valósul meg, aminek nyilván a hatása egész Borsodabó üzemplén megyében éreztetni fogja a hatását. Ráadásul ebben a városban vannak ipari tevékenységet folytató cégek, nem csak a dohányiparra gondolok, hanem gépiparra is. Nagy német vállalatok vannak itt, akik rengeteg embernek adnak munkát. Velük is számolunk, ránk, is ránk ők is számíthatnak ránk, és szeretnénk az egész ipart fejleszteni. Tehát a következő tíz évben Magyarországnak egy nagyon fontos célkitűzése, hogy egy nagyon erősen modernizált és modern iparra rendelkező ország legyen, részben autóipari beszállítókkal. Ez jelent akkumulátorgyárat, de nagyon sok minden mást is. Ugye a BMW legalább egy de lehet, hogy két gyárat épít Debrecenben, tehát itt gigantikus fejlesztések vannak, Miskorsznyére egy a Debrecen háromszögben. Ez az egyik lehetőség, amit meg kell ragadni, és itt a térségben az emberek életszínvonalát és jövedelmét jelentősen fogja javítani ez a kormányzati cél. A másik, hogy Magyarország legszebb vidékén vagyunk, azért ezt jegyezzük meg. Én alföldiként nyilván azt szeretem, hogy a 10-10 kilométert lehet látni, és nincs az ember előtt semmiféle dombhegy, vagy valami természeti akadály. De ha van intakt, érintetlen, háborítatlan, és az emberi urbanizáció vagy civilizáció által még meg nem fertőzött része az országnak, az a hegyköz mindenféleképpen, Füzér és új újhely közötti részére nagyon jó példa. És rá kell irányítani a társadalom figyelmét, hogy Magyarországon kirándulni, pihenni érdemes, és vannak olyan helyek, amelyeket még nem fedeztek fel. Például ennek a városnak van egy célja, hogy szállodát építsen, száz szobás szállodát építsen magyar befektetővel, a kalandpark környékén, ahová az én gyerekeim is nagyon szívesen jártak és járnak. És azt gondolom, hogy ez egy olyan cél, amit ma erősíteni kell. Mai napon Tokajban adok át egy új öcsillagos szállodát, és ha lesz rá lehetőségem, minden erővel támogatni fogom azt, hogy sátorai is legyen szállodája. Tehát a turizmus, a magyar, a magyar turizmus, a Magyarországról ide irányuló turizmus, de a külföld is egy nagyon fontos célkitűzés. Magyarországnak nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy a magyar emberek, ha pihenni mennek, akkor maradjanak az országban, és itthon költsék el a pénzüket. Miniszter úr, mi nagyon várjuk például a nemzeti, összetartozás, nemzeti összetartozás hígyát, illetve a többi beruházást is. Azokat is támogatandónak tartaná adott esetben? Igen, nagyon sok olyan beruházásunk van ebben a megyében, amelyet tavaly a háború miatti gazdasági helyzet okán fel kellett függesztenünk. Ez a valóság. Ugye a háború megváltoztatta az ország pénzügyi mozgásterét, reálisan azzal kell számolni, hogy amíg a háború tart, addig nincs sok pénzünk, hiszen a pénzünket arra kell fordítani, hogy megvédjük az embereket. Ezért vannak az ástoppok, élelmiszer ástopp, energia ástop, ugye olcsóbb gázt és olcsóbb áramot biztosítunk minden ebben a városban lakó polgártársaknak, és ez rengeteg pénzbe kerül. A másik pedig meg kell védeni az országot fizikailag is, hiszen a hadseregfejlesztés az arról szól, hogy hogyan tudjuk garantálni az emberek létbiztonságát. Tehát kell az egzisztenciás biztonságot és a létbiztonságot, a fizikai biztonságot és a megélhetést garantálni. Ez fölemészti a forrásainkat de ennek is egyszer vége lesz természetesen, javulni fog a gazdasági helyzet, már az év második felében kisebb lesz az infláció, a magyar gazdaság alapstruktúrája teljesen rendben van, és 24-ben már újra beszélhetünk majd arról, hogy 25-26-ban mire költjük a pénzeket. Van egy egy másfél éves megtorpanás, ezt nem szabad szőnyeg alá söpörni, vagy, vagy azt mondani, hogy ilyen nem, ne lenne, van ilyen, de azt gondolom, hogy ezen túl jutunk, és azok a városok fognak nagyot dobbantani utána, akik rendelkeznek tervekkel, előkészített beruházásokkal. Arra biztatom a polgármesterület is, hogy minél több elkészült terv legyen a fiókban, hogy eljön az a pillanat 25 Ben, 24 másik felében az önkormányzati választások után, amikor meg fogjuk kérdezni mindenkitől, hogy nos, akkor mi a következő 5-10 éves elképzelés, és oda konkrét tervekkel és ötletekkel kell jönni. Az a város, amelyik rendelkezik ilyenekkel, az sikeres lesz majd. Másik nagy program, amire mi kíváncsiak voltunk itt helyben élők, hogy a Tokaj-Hegyaj a fejlesztési programmal mi lesz az elkövetkezendő időszakban, hiszen arról értesültünk, hogy valamilyen szinten ez is megtorpant. Most. Minden megtorpant valójában. Minden fejlesztést le kellett állítani. Az én minisztériumom volt az, aki nem építkezik, hanem megállít. És ez az emberek nyilván nem esik jól, de én olyan fajta ember vagyok, akik szere, aki szeretem világosan megmondani, hogyha valami probléma van, és nem szeretem szőnyeg alá a problémákat. Most minden polgármesternek és önkormányzatnak tudomásul kell venni, hogy ebben a helyzetben nem a fejlesztés a legfontosabb, hanem hogy megmentsük az embereket. Ahogy az előbb említettem, a fizikai létüket is védeni kell, de a napi létezésükhöz is segítséget kell nyújtani, legyen szó nyugdíjasról, diákról, vagy bármelyik munkavállalóról Magyarországon. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Tokajhegy alján a fejlesztési tanácsnak nagyon fontos szerepe van, ugye ott két tucat településnek a fejlesztési programát kell folyamatosan összehangolni, és igazából ez mindig nehéz, hogy a különböző érdekek összeegyeztetése megtörténjen. Abban teljes kompromisszum van, hogy például a turizmusnak, vagy az iparnak, gazdaságnak a közlekedés egy nagyon fontos mozgatórugója, és ezért az útfejlesztéseket és a jó minőségű közlekedési hálózatot a megyének ezen a részén erősíteni kell. Tehát Miskolctól északra, észak-keletre nagyon komoly fejlesztéseket kell végrehajtani, mondjuk Sátoraljaújhely és az M3-as között ti részt teljes egészében föl kell tárni de ma találkozom majd Konzófia képviselőtársammal, neki is van egy encs tokai elkerülő elképzelése, amit szintén rendkívül fontosnak és támogatásra érdemesnek tartok. Azt tudom ígérni, hogy minden beruházás előkészítéséhez hozzá fogunk járulni, kézbe fogjuk venni, van valamennyi pénzünk a térség útépítéseire is, ami még az előző kormányzati ciklusból maradt, azt el fogjuk költeni a helyi polgármesterekkel való megegyezés alapján, a tokai fejlesztési tanács pedig marad és végezni fogja a munkáját. A közlekedésben viszont nagyon szép eredmények születnek, illetve most már mondhatjuk azt az ország bérlet például kapcsán, Vármegye bérlet kapcsán Igen. is szép eredmények születtek. Mi a legfontosabb elvárás? Nézze, azt látni kell, hogy az ország különböző pontjainak az összekötése létérdekünk. Ez volt, amikor a megyei jogvárosokat bekötöttük az autópálya hálózatba. Ez érintette az észak-magyarországi megyei jogvárosokat, salgó egert de az, hogy összekötjük Kassát-Miskolccal az előző ciklus legnagyobb közútfejlesztési beruházása képén annak történelmi jelentősége van. Nekünk nagyon fontos az együttműködés a határon túli magyarsággal és a határon túli gazdasági területekkel, társadalommal, ezért az összes kiállási pontot, például Nyíregyhez a szatmárnémeti Békés Csaba Arad, vagy Szeged Szabadka, ugyanúgy fogjuk megfejleszteni, mint ahogy fejlesztenünk kell tovább a Kassa Miskolc tengelyt. De legalább ilyen fontos volt, hogy elkezdtük a 37-esnek a négy és szerencséggel is vittük. Azt gondolom, hogy a természeti értékek védelme fontosabb annál, mint hogy szerencs után sátorra jó helyig négy sávos legyen az út. Ez nem azt jelenti, hogy az útot nem kell fejleszteni, de a négy sávosításnak személyes véleményem szerint túl nagy természeti ára volna, természetben túl nagy kár esne, ez az én személyes véleményem. És ezért ott sokkal fontosabb a természeti értékek megvédése, de az utat ettől még szélesíteni, fejleszteni, korszerűsíteni, modernizálni kell és rendkívül fontos dolognak tartom azt, hogy egyik helyről a másik helyre könnyebb legyen az eljutás. Magyarországon 4,5 millió ember ingázik. Hát gondoljunk abba bele, hogy a sátorajai hely, kórház jelenlegi helyzetében hány embernek kell Miskolca menni, egészségügyi ellátást igénybe venni. Ezt a közlekedést kell megkönnyíteni. A munkába járást, az iskolába járást, vagy a gyógyulni igyekvők életét. Ehhez volt egy nagyon nagy előrelépés az országbérlet és a megyebérlet. Havonta 9480 forintért korlátlanul lehet utazni Borsodabói Zemplén megyében, egy olyan megyében, ami hatalmas kiterjedésű, egymástól nagyon távol eső települések és vidékek vannak összefésülve. Hát tulajdonképpen három megye jelent egy megyét, és három kultúrtáj jelent legalább egy megyét. Azt gondolom, hogy ez olcsóbbá teszi a szolgáltatást, és könnyebbé. Ma reggel, amikor idejöttem, 127.675 ember vett már megyebérletet és országbérletet, ami messze a várakozásokon fölüli, messze a várakozásokon fölüli. El fogjuk érni a 150 ezret és, és ráadásul látjuk azt, hogy az emberek a korábbi bérletek helyett ezt a bérletet választják, tehát olcsóbban mindenki szeret utazni. Ha jobbak lesznek az utak, és jobbak lesznek az autóbuszok, akkor nem csak olcsóbban fog utazni, hanem gyorsabban és jobban is. Az olcsósággal már megvagyunk, most már jobbá kell tenni, és gyorsabbá is kell, de ezen is kell tenni, de ezen is gőzerővel dolgozunk. Ugye a Tokai Fejlesztési Tanács elnöke, aki egyébként a megyében érdekelt személyesen is Váberer György, aki Sárospatakon tanult, és nagyon sokat tesz a megye, Zemplén megye fölzárkóztatásáért. Ő a Magyar Államvasútak és a Volán igazgatósági tanácsának tagja lesz, ezért például a megye közlekedés politikáját is tudja segíteni. Ezek a fajta személycserék, amik megvalósultak ennél a két állami cégnél, mennyiben segíti majd a hatékonyságot, hiszen az egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy, hogy, nem plusz pénzt kell adni, hanem inkább azt kell elérni, hogy kevesebb pénzt vigyen el ez hát Főleg, ha én kevesebbet is. kapok a költségvetésben. <laughs> <laughs> Amikor nincsből kell gazdálkodni, akkor az ember rászorul, mint egy okos háziasszony, vagy egy okos gazda otthon, hogy jobban kell gazdálkodni, a kevesebből kell jobban gazdálkodni valószínű nem azért hívott a miniszterelnök vissza 2022-ben a kormányban, mert minden a legnagyobb rendben van, hanem valószínű azért vagyok a kormányban, mert vannak problémák, amik nincsenek megoldva, vagy kezelni kell. Én most a kormánytól független, a politikától független menedzsereket hívtam. Nagyon komoly tekintélye rendelkező vállalatvezetőket és vállalattulajdonosokat hívtam a MÁV és a Volán vezetésébe, az egész közlekedési céghálózatba. Ugye 850 milliárd forintról beszélünk egy évben, ami gigantikus összeg. 57 ezer ember dolgozik a Máv és a Volán csoportnál Magyarország legnagyobb cégéről beszélünk. Szeretném javítani a hatékonyságot és a belső tartalékokat föltárni, és szeretnék 5-10 év alatt egy transformációt elérni, egy, egy régi vágású, szocialista állami vállalatból, egy modern, az embereket jobban kiszolgáló szolgáltató vállalattá kell változni, ami egy nagyon hosszú és nagyon nehéz folyamat, és ehhez külső szemre, külső kézre és külső gondolkodásmódra van szükség. Nagyon örülök, hogy az ország legkomolyabb menedzserei közül jó néhányat meg tudtam győzni, hogy segítsen az államnak. Most a, most tulajdonképpen segítséget kértünk az üzleti szektortól, hogy az ottani tudás, az ottani fölkészültség társadalmi felelősségvállalási egyébben és a közjavára hasznosuljon. Van még másfél év a választás, mi az ön legfontosabb szándéka az elkövetkezendőben? a Fidesz nyilván szeretné megőrizni az emberek bizalmát 2024-ben. Európai parlamenti választások is lesznek, és önkormányzati választások is. Az európai parlamenti választásoknak nagyon nagy a tétje. Milyen irányba halad majd vajon Európa? Liberális baloldali irányba, vagy pedig egy konzervatív, értékmegőző, szuverenista irányba fog változni az európai politika? Ez nem egy lejátszott mérkőzés. Ez egy nagy meccs, ami még igazából most kezdődik. De azt is nagyon fontosnak tartom a saját politikai közösségünk szempontjából is, hogy mind ebben a városban, mind a környékben, a kis településeken is meg tudjuk őrizni a választópolgárok bizalmát. Két dolgot kell látni rólunk, vagy két dolgot kell tudni rólunk. Mi fideszesek két dologra vagyunk képesek. Ha megkapjuk a választópolgárok bizalmát, ami ránk van vízva, annak gondját viseljük, és mindig fejlesztjük. Ez így van Sátorolja új helyen is. Amióta ennek a városnak fideszes vezetése van, ez a város jól fejlődik. A második pont, Hogyha az ország bajban van, mi készek és képesek vagyunk megvédeni az embereket. Most is megvédjük őket, megvédjük az inflációtól, megvédjük a háborútól, megvédjük az energiaárak elszabadulásától. Tehát az emberek ma Magyarországon igazából Orbán Viktorra, a, erre a kormányra és erre a politikai közösségre számíthatnak, ha bajban vannak. Ez nem azt jelenti, félrejtésmesség, hogy közöttünk nincsenek hülyék, és nem azt jelenti, hogy mi nem követünk el hibákat, csak hogyha mérlegre tesszük a kudarcokat, nehézségeket, a hibákat és az erényeket, akkor teljesen világos az, hogy ma Magyarország biztosabb kézben és jobb kézben van Orbán Viktor és csapata kezében, mint hogyha az ellenzékre bízták volna a választók 2022-ben. Szeretném, ha ez megerősítésre kerülne 2024-ben, ez az én személyes célom. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon szépen köszönöm.